Az első fél időben nagyon nehezen találtuk meg az átlövés gólokat, viszont neked sikerült jól néhányszor átlőni a falat. Mit gondolsz erről? Igen, nagyon magas volt a fal, de inkább a réseket kerestem belőle, hogy ne fölöttük tudjak lőni, mert tényleg nagyon lesáncoltak volna, hanem úgy zárt nekem a Denik is, hogy legyen helyem lőni. Védekezésben megkaptad a két kiállításodat, ez mennyire zavarta meg a fejedet? Óvatosnak kellett lennem, amikor visszaküldtek a pályára, mert ugye hát a harmadik két percemet megkapom, akkor sajnos már nem tudok felmenni. Ezért egy kicsit tényleg úgy kellett védekeznem, hogy ne hátulról húzzam, mert tényleg nagyon szóval megadták volna a bírók. Esélytelen lett volna, hogy én elkerüljem ezt a harmadik két percet. Az első kettő egyébként mennyire volt jogos szerinted? Szerintem jogosak voltak, mert benne maradt a kezemben a meze, hátulról húztam, de persze játszott is rá, figyelmeztette is, hogy ugye egy emberről kaptam ugyanazt a két percet, és figyelmeztette is, hogy ne színészkedjen, de sajnos ez van. A végén mi döntött szerinted, hogy higgadtabbak tudtunk talán maradni? Igen, ez nagyon fontos volt, a hátulról Bíró Blani nagyon segített minket, de a védekezésünk is úgy gondolom, hogy összeállt, és ez fontos volt. A támadásban meg mindig tudtunk egy-egy gólt szerezni, amiből tudtunk építkezni. Hát én két dolgot mindenképpen kiemelnék, egyrészt a szerencsét, tehát ugye itt azért a végjátékban mi is sokat hibáztunk, de talán az ellenfelünk többet. Másrészt meg az, hogy azért most többen vagyunk, tehát több játékosunk van. Meg talán a tapasztalat, tehát ez már három, de óriási nagy küzdelem folyt a pályán. Nagyon felkészült a két csapat egymásból, az nagyon érezhető volt, és összességében tényleg nüanszok döntöttek, de nagyon-nagyon lényeges az, hogy azért nem mondhatom azt, hogy nem kapta meg a Budusnak azt a hazai pályát, és ezt elbírtuk, az azért egy nagyon fontos történet volt ebben. A meccs végén töltözőben nagy ünneplés volt, Maki volt az egyik főszereplője, mi történt ott? Hát ez természetes, ugye, tehát a Mária Jovanovics valószínűleg az utolsó meccset játszotta ebbe a csarnokba, ahol szinte fölnőtt, és ahol az az életének egy jelentős részét, sőt, majdnem a legtermékenyebb részét leélte, és nagyon-nagyon örültünk neki, hogy most a másodszor itt a Fradival győztesként hagyott el a pályát, és hát hogy az utolsó mérkőzésre maradt a csarnokba győzelemmel, úgyhogy neki is ajánljuk ezt a győzelmet, és nagy ünneplést kapott most benne az öltözőben. Kölcsre szeretnéd nevelni őket? Ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.